Jó napot kívánok! Vajda Anna Mária vagyok, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola magyar tanára. Ezen a mai órán, illetve mai napom Csád Gézáról lesz szó. Egy kicsikét széles körűbben szeretném ismertetni őt és munkásságát veletek. Tehát, amint látjátok, az egyik téma a varázsló kertje lesz, ez egy novella, a másik pedig ettől teljesen különbözik, egy orvosi tanulmány, aminek a címe egy elmebeteg dőnaplója. Először is nézzük meg, hogy ki volt az a Csád Géza. Csád Géza ugye Szabadka szülöttje, Brenner Józsefnek hívták, 1887-től 1919-ig élt. Szabadkán született, és amit jó tudni róla, hogy Kosztolányi Dezsőnek az unokatestvére volt. 1896 és 1904 között a Szabadkai Gimnázium tanulója volt, ezután egy sikertelen felvételit tett a Zeneakadémián, és Budapesten az orvosi karra iratkozott be. 1908-ban a Nyugat, illetve 1908-tól a Nyugat már közli az írásait, elbeszéléseit. 1909-től mint ideggyógyász dolgozik, itt találkozik a morfiummal, sajnos függővé vált, és ez felőrölte az életét. Egy szanatóriumban kezdett el dolgozni, mint orvos, ott ismerkedett meg Jónás Olgával, akit késő feleségül is vett. 14-ben bevonult, felmentették, ekkor teljesen összeomlott idegileg, és kórházba került, Bajára, ahonnan megszökött, és ezután a szűkebb család javaslatára már a szabadkai kórházban találta magát, közben ugye megölte a feleségét, és öngyilkossággal is kísérletezett. A szabadkai kórházból szintén megszökött, és a kelebiai határon fogták el a szerb határőrök. Ő ott újból öngyilkosságot kísérelt meg, megmérgezte magát, és meg is halt. Amit tudni kell munkásságáról, tehát röviden a pályaképét ismertetném. Csád Géza egy nagyon-nagyon sokoldalú tehetség volt, ő mint zeneszerző is tevékenykedett, tehát zeneszerzői ambíciói voltak. Másrészt viszont egy kitűnő novellista volt, aki Magyarországon elsőként hirdette, elemezte Freud tanait, tehát a pszichoanalízist, ami a léleknek a boncolását jelenti, tehát egy teljesen új pszichológiai folyamatról és módszerről van szó. Műveinek, írásainak az élményforrása a gyermekkor, témája pedig a pusztító ösztönök, azok az ösztönök, amelyek kamaszkorban hirtelen a felszínre törnek, és a gátlástalan erőszak. Egyébként az ilyen extrém tetteket, tehát a morbid cselekményeket is nagyon-nagyon kedvelte, és próbálta boncolgatni, hogy ezen ösztönök, ezen tettek mögött mi is zajlik. Tehát mi az, ami felszínre hozza ezeket a dolgokat. Érett korszakának a legjelentősebb kötete a Varázsló kertje 1908-ból, és akkor most erről a novellájáról szeretnék egy pár szót szólni, tehát hogy közelebb hozzam hozzátok. Tehát a Varázsló kertje, amint mondtam, szabadkai születésű íróról van szó. A Varázsló kertje egy csoda kert, és a városi legenda úgy tartja, hogy ez valahol, valamikor létezett, mégpedig a Szent Teréz Székesegyházzal szembeni vakutcában itt a kép. Itt láthatjuk, tehát valamikor itt lapult ebben a vakutcában ez a csodás virágokkal teli kert. Nagyon-nagyon röviden elmesélem, hogy a novella arról szól, hogy a vasfivérek megérkeznek a szabadkai pályaudvarra, és találkoznak az elbeszélővel, aki első szemében szólal meg a novellában, és végigkíséri a két fiút a városon át, a téren át, egészen eddig a vakutcáig, zsákutcáig, megállnak a kert előtt, és figyelik, nézik a kertet. Ezután az elbeszélő megint csak visszakíséri őket a pályaudvarra, illetve ott félúton
ott hagyja őket, idézőjelben, és ami az igazi, igazi novella történet, az maga a kert, ahogy a két fiú azt leírja, ahogy a két fiú azt látja, illetve látta valamikor gyermekként, az maga a novellának a magva. Tehát a központi motívuma a novellának maga a kert, ami egy igen-igen összetett jelentéssel bír. Egyrészt utal valamiféle idillre, ártatlanságra, öntudatlanságra, ami a gyermekkorhoz vezethető vissza, a gyermekkorba vezethető vissza. Ugye a vasfivérek azért érkeztek Szabadkára, hogy újból átéljék ezt a gyermekkori élményt, hogy újból megnézzék ezt a csodás kertet, ám rájönnek arra, hogy a gyermekkori álmok veszendőbe mennek. Tehát valamiféleképpen a múlt emléke az a jelenben már megfakulva kerül felszínre. És itt az író fölteheti azt a kérdést, illetve megfogalmazhatja magában az olvasó, hogy vajon akkor melyik a valódi érték? Az, amit a gyermek látott, vagy pedig a felnőtté a valódi érték? Ugyanis ezek az álmok teljesen átértékelődnek. Amiről még szeretnék szólni, a tér és idődimenzió, ugyanis egy teljesen más teret látunk akkor, amikor az elbeszélő a két fivérrel a kerthez érkezik. Látjuk a kerítést, és a kerítés mögötti szobányi csodás kertet. Ez teljesen más tér, mint amit addig látunk. Ez egy valamiféle belső, személyes térre alakul át, amit az ember álomként él meg. Ugyanígy az idődimenzió is másképp jelenik meg, tehát a fiúk megérkeznek, és ott megint csak a kerítés előtt egy teljesen más idődimenzióba kerülnek, valahol visszautaznak, valamiképp visszautaznak a gyermekkorba. Ez a másfajta tér és idődimenzió, ez ilyen álomszerűséget és ilyen céltalansági érzetet kelt föl az olvasóban. Amiről még szeretnék szólni, hogy egy keretes elbeszélésről van szó, tehát itt már említettem, hogy hozzájuk csapódik az elbeszélő, tehát a két fivérhez hozzá csapódik az elbeszélő, és ezzel megteremti a keret első részét. Az író ugyanígy a csodakert látványa után az elbeszélő kíséri a két vasfivért a pályaudvar felé, és ezzel ágyazza be a kert csodáját, élményszerűségét ebbe a keretbe. Így lesz keretes elbeszélés. És ugye ezt tudjuk, tanultátok már ott elsőben, hogy a keretes elbeszélés Boccaccio nevéhez fűződik. Ő volt az, aki megteremtette ezt a jellegű elbeszélést. Első személyű elbeszélőről van szó, aki a történetben egyáltalán nem kommentál, és semmiféle reflexiót nem fűz hozzá az eseményekhez, és meghagyja azt, hogy a befogadó értelmezze, tehát az olvasó értelmezze azt, hogy mit is mond ez a kert, mit is mutat a kert. Tehát a kert szimbólumot mindenki úgy értelmezi, ahogy éppen abban a pillanatban fölfogja és megérti. Amit még el kell mondanom róla, hogy maga a kert az egy teljesen más lelkiállapotot vetít ki. Tehát egy emberi lelkiállapotot láthatunk. És akkor, ha már ennyit beszéltem a kertről, akkor most felolvasnék nektek egy rövid kis részletet. A kerítés megett kert volt. Nem nagyobb, mint egy kis szoba. A talaja körülbelül a derekunk magasságáig volt feltöltve. És tele az egész kert virággal. Sajátos növényvilág tenyészett itt. Hosszú szárú, kürt alakú virágok, amelyek szirmai, mintha fekete bársonyból volnának. A sarokban liliombokor, óriási kejhű, fehér liliomokkal megrakodva. Mindenütt elszórva alacsony, vékony szárú fehér virágok, amelyeknek egy szirma, csak egy szirma, gyenge piros színű volt. Úgy tetszett, hogy ezek bocsátják azt az ismeretlen, édes illatot,
amelyet szagolva az ember azt hiszi, elakad a lélegzete. A kert közepén egy csomó bíborpiros, kövér virág terpeszkedett. Húsos, sejmes fényű szirmaik hosszan lógtak le, egészen a magasra nőtt, haragos zöld színű fűbe. Mint egy kaleidoszkóp, úgy hatott ez a kis csodakert. Közvetlen előttem a nőszirom lila virágai nyíltak. Százféle virágillat tevődött össze a bódító szagában, s a szivárvány minden színét megtalálhattad a virágok színében. Hát remélem, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket, és el fogjátok olvasni ezt a novellát. Amiről még szeretnék nagyon röviden beszélni, és az óra elején el is mondtam, ugye, az egy Elmebeteg nőnaplója című orvosi tanulmány. Ugye mondtam, hogy Csád Géza orvosként a freudtanokat próbálta népszerűsíteni, ezeket az elméleteket próbálta alkalmazni, és ezért ilyen lélektani novellákat írt. Na most kortársa is volt, meg elődei is voltak, akik már próbálkoztak ilyen jellegű novellák írásával, mint Ambrus Zoltán, Gosduelek. Találkozott egy konzervatív elmegyógyintézetben egy Gizella nevű fiatal hölgyel, aki igen-igen elmebeteg volt, és őt vizsgálta, őt próbálta gyógyítani idézőjelben, alkalmazni a pszichoanalitikának az elméleteit, ahhoz, hogy föltárja, hogy a nő lelkében, lelkének mélyebb zugaiban mi is történhet. Tehát mondtam, hogy a pszichoanalízis egy új művelet, egy új elmélet itt a századfordulón az emberi lélek boncolását jelenti, és hát Freudtól származik eme kifejezés. Azt is mondtam már, hogy kedvelte Csád Géza az ilyen extrém tetteket, a kóros lelkiállapotokat, és ugye ez egy jó példa arra, hogy, illetve lehetőség arra Csátnak, hogy leírja mindezeket a dolgokat, ezeket a tetteket és lelkiállapotokat ebben az orvosi tanulmányban. És azt is még el kell, hogy mondjam, hogy ez az idegorvosi munkásságának a lenyomata, ez a tanulmány. Brenner megérkezik, ugye, mint orvos ebbe a konzervatív elmegyógyintézetbe, azzal a céllal, hogy ezt a Gizellát gyógyítsa, és különböző kísérleteket végezzen el rajta. Nem igazán fogadják pozitívan, mivel hogy konzervatív intézetről van szó, ő viszont új elméleteket és új módszereket hoz ebbe erre a klinikára, és valamilyen szinten a kettőnek egybefonódik a sorsa, tehát az orvosnak és a betegnek. Hogy mi lesz a tanulmánynak a vége, azt nem fogom elmondani, mert remélem, hogy bele fogtok olvasni. Amit ígérni tudok, hogy ez egy kitűnő olvasmány, élményes olvasmány. Egyrészt Gizella napló feljegyzései adják a kitűnő olvasmány élményt, másrészt pedig maga ez a dokumentum, tehát az orvosnak a feljegyzései, amelyek ugye ezt a tanulmányt alakítják. És itt a végén még szeretném mondani, hogy ennek filmesített változatát is megtalálhatjátok. A filmnek az a címe, hogy Ópium. Közkedvelt az iskolánkban a film, minden évben megnézzük a harmadikosokkal, és remélem, hogy ti is meg fogjátok nézni. Köszönöm a figyelmet!